Zaklatott álmok. Mondja utánam. Joseph. Joseph. Isten színe előtt. Isten színe előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. Ezennel a rám ruházott hatalomnál fogva, férnek és feleségnek nyilvánítom önöket. Megcsókolhatják egymást. Gyönyörű vagy. Ó, bárcsak így maradhatnánk örökre. Hogy így? Ilyen izzadtan és büdösen? Nem. Tudod, hogy értettem. Ígérj meg valamit. Ha egyszer már nem leszünk ilyen boldogok, visszajövünk ide, és mindent rendbe hozunk. De csak, ha még tudunk izzadtak és büdösek lenni, én benne vagyok. Zene Keith Bilderbeck. Fényképezte Darko Savek. Írta Erik Libauers és Rodion Nahapetov. Rendezte Rodion Nahapetov. Hat évvel később. Ugye nem zavarja a zene? Azt kérdeztem, nem zavarja a zene? Kicsit hangos nekem. Na, a kedvenc zenekarom. Nálam csak ez szól. Ugye ért engem? A többi nem ér egy kalapszart se. Ez punk!
alternatív punk, minden mással. A klasszikusok, a country, a jazz. A punk jól megcsavarta. Csavar? Hé! Hey. Hogyha meghajlítanám a spirált, talán sikerül. Elképzelhető. Arrafelé ködös az idő, nem? San Franciscóban. Oh. Lassan eljön a jeges. Hogy mondta? Mi van a táskájában? Narkót árul? Á, nem, dehogy is. A francba. Baj van? Mindig elfelejtem, hogy ez az utca le van zárva. Fel akarják robbantani ezt az épületet. Most meg kell kerülnöm az egészet. Nem, bocsőrök. Nem baj, nem számít. Hagyja csak, a hotel már is itt van. Csak pár lépés. Biztos? Igen. 26-60 lesz meg, a... érti, ugye? Igen, értem. Itt van, tessék. Kisebbje nincs. Nincs, tartsa meg. Hé, hey! Kösz, főnök. Egészségére. Csavar. Joseph Bickens. Ah, Joseph Bickens, az 5.30-as szobát kérte. Kívánja, hogy segítsünk felvinni a csomagját. Nem, nem, hagyja csak, majd én. Köszönöm. Tessék a kulcs, érezze jól magát. Mi van, baba, hogy vagyunk? Vedel, vedel, élénkebben. Megyek már, mozgok, mozgok. Hé, baba, mit akarsz azokkal a kesztyükkel? Félsz a kosztól? Thank you.
Hello, Lake. Tiszta a pálya. Ismeri a tervet. Ez volt az utolsó melléfogás. A munkája nem érdekel. Homály, Fedi. Tovább folytatódik a nyomozás, hogy kiderítsék a személy azonosságát annak az összeégett holttestnek, amelyet a tűz feltételezett kiinduló pontjában találtak. Szia, szívem! Én vagyok. Egy újabb csavarral kísérleteztem. A genetikai képletet... Mindegy, annyi szívem, hogy kész vagyok. Ezzel vége, a mű elkészült. Drágám, ide jöttem. A Waldorf szállóba. A mi szobánkba. Szívem, minden rendbe fog jönni. Nem lesz miért aggódni. Jaj, annyira hiányzol. Te meg Matthew. No, majd még beszélünk, jó? Nagyon szeretlek. Minden rendben jön.
idegesnek látszott, amikor bejelentkezett. Feltűnően ideges volt. Mi történt? Talán szívroham? Na hát, remélem, hogy valaki majd értesíti a családját. Őszintén remélem. Na, ég önökkel! Mindent jó alaposan tisztítsanak ki. Láttam már kísértetet nem is egyszer. Borzalmas volt. Oké. Főnök, mi történt a fazon személyes cuccaival? Mivel? A számítógép kéne? A rendőrség elvitte. Fogták, összepakolták és visszaküldik Mr. Bikins családjának. Na mozgás, fiúk! Igyekezzenek! Jó, se perc alatt végzünk. Hát én ezt nem értem. Mit akar a főnök? Mit csináljunk még a szobával? Söpörjük ki a halált? Azzal már elkésztük okay. Egy kicsit. Hey, mi van, öcsém? Jó vagy? Jó, most már jól. Pincsi. Itt van a cuccad? Itt van, de majd beadom később. Na persze, azt felejtsd el. Ha kinyitfansz, én cipeletlek téged is. Add be most. Jól van. Igazad van. Na persze. Jó. Jó. Hey, kislány, azt jobban tennéd, ha nem szívnád túl mélyre. A halott lehellete van rajta. Ke? A halott. Tilos. Muerte. Öcsém, ide nézd, micsoda sonkicák. Ide nekem egy szeletet. Nem szégyelled magad? Ugyan már, hallottad, mit mondod? Lássunk hozzá. Hová sietsz? Gyere, gyönyörködj a kilátásban. Gyerünk, kész vagy? Jól van már. Mehet? Na! Mehet. Szívroham végzett a híres tudóssal. Mondtam, hogy csupa ideg volt a fickó. Nézzék meg! A szállodát miért keverik bele? Pont az hiányzott, hogy rossz hírünket keltsék. A halálnak konzereje is van. Csak úgy özönlenek majd a kíváncsiak. Mindenféle fura alak. Íme. Jó napot. James névre foglaltattam szobát. James? Igen. Meg is van. Pompás. Kérem, töltse ki ezt a lapot. Hogyne. Az 530-as szobát kértük. Az 530-as? Igen. Hello. Mindjárt kész vagyok. Semmi baj, ráérünk. Én nem. Menj csak, kicsim, nyugodtan. Kérem, volna itt egy plusz párna. A kisfiamnak kell. Szia, Tengo. Jól a Troy. Köszönöm. Kérem, kérdezhetek valamit? Ke? Már régebben dolgozik itt? Igen. Emlékszik arra, aki itt halt meg? Nem találkozott vele? Én nem látok semmit. Nem úgy értettem, hanem, hogy amikor kitakarította a szobát, nem talált valamit? Valami apró dolgot, akármit? Nem. Én semmit elteszek. Nem úgy gondoltam, hogy eltette volna. Csak hogy ne haragudjon. Ne haragudjon. Anyu! Ha? Miért jöttünk ide? Nem tudom. Talán csak a lelki békét keresem. Az micsoda? Azt most nem tudnám megmondani. Gyere, ölej meg!
Önt jár a hang, rám mosolyog, mert ismeri az én babámat. Ó, te drága holdvilág! Itt vagyok. Itt vagyok, Joseph. Itt vagyok. Apu! Semmi baj. Semmi baj. Meg én nagyon szerettünk kijönni ide. Versenyeztünk, kilendül magasabbra a hintán. Fagyiztunk, szórakoztunk, mint két nagyra nőtt gyerek. Igazi gyerek volt az apu. Egy hatalmas nagy gyerek. Elbűvölt. Mi a baj, szívem? Hiányzik az apu. Tudom, szívem. Mert nekem is. Nagyon hiányzik. Hé, mit szólnál, ha most nekintáztatnálak? Nehéz vagy. Te meg hogy kerülsz ide? Elviszlek vacsorázni. Ezért jöttél San Franciscóból? Hát a lányok is szoktak enni, nem? Nem? Én hamburgert kérek és krumplit. Hamburgert? Amit csak kívánsz, bármit kérhetsz. Azt hittem, hogy... Persze. Én már ettem. Nemrég. Fönn a repülőn. Mit szeretnél? Együnk vagy lépjek le? Maradhatsz. Akkor jó. Ugyan jönnék egy fagyit ebben a melegben, dobjál már egy kis pénzt! Hát ez finom volt. Nem mindennapos dolog francia étteremben hamburgert tenni. Tudod, nem volt könnyű elintézni. És? Hogy érzed magad? Csodásan. Az jó? Csodásan zavart, depressziós állapotban. És azt hiszed, segíteni fog, ha pont abban a szállodában szállsz meg, ahol Joseph? Michael, nem várom el, hogy megértsd. Kérlek, ezt ne kezd. Ha valaki, akkor én... Nézd. Nekem is nagyon hiányzik. Mindjárt ott vagyunk, szívem. Nyomás! Nekem kell lerendeznem magamban. Senki nem teheti meg helyettem. Értelek. Gyere ide! Ti voltatok a legromantikusabb pár, akiket valaha ismertem.
Talán csak a legszédültebbek. Ha, igen. Az idő majd mindent rendbe hoz, Kelly. Az jó hosszú idő lesz. Jó így, Mike bácsi! Aludj jól! Uh-huh. Ez a tiéd. Csin-csin. Nagy zdarójé. Még most sem értem, miért jöttél el ilyen messzire. Holnap mit fogtok csinálni? Miért? Te mit csinálsz? Ide repülsz reggelire is? Nem, inkább itt töltöm az éjszakát. Ezt hogy érted? Nem úgy értem, hogy itt, hanem hogy itt a városban. Vagyis itt a szomszédszobában. Valakinek vigyáznia kell rád. Michael, nagy lány vagyok. Vigyázok én magamra. Jó éjszakát. Jó ét. Meg, hagyd abba! Miért? Apu mindig megengedte, hogy ugráljak. Apu viszont már nincs itt. Na! Mami, mi a baj? Miért? Neked is jó lesz, vidám leszel. Vidám? Igen. Ugráljunk, ugráljunk. Ugráljunk. Segíthetek? Maga mit csinál itt? Mintha valami zajt hallottam volna a szobából. Gondoltam, jobb lesz utána. Értem. De minden rendben van. Igen. Igen? Minden rendben van. Akkor mi a baj? Semmi. Semmi baj. Az jó. Akkor jó éjszakát. Jó. Jó éjszakát. Mehet? Jó ét. Jó ét. Jó ét. Hát ezt nem hiszem el. Képes elcseszni az egészet. Mi a nyavaja? Mi a franc bajod van velem, mi? Mit csináltál, te hülye állat? Egy kicsit, baba! Vigyázz magadra, öcsi, jó? Azt ajánlom, hogy vigyázz magadra! Egyszer csak ne öcsizzél, jól van? Nem tudom, mi a fene bajod van egyszerre, nem vagy a felettesem! Szerintem ez a te baj. Hülye! Baba, most már igazán kinyírlak, ha nem vagy hajlandó abba hagyni a leskelődést. Én vagyok is régebben. Kinyírlak, ha nem vagy hajlandó abba hagyni ezt a hülye leskelődést. Leskelődést? Semmi között hozzá, hogy mit csinálok. Nem leskelődtem. Az én dolgom, hogy mit csinálok. Te dolgod! Aha! Vigyázz magadra! Nagyon vigyázz magadra! Foglalkozz magadban! Anyád! Szittad az anyámat? Barom állat! Velem szórakozol! Hé, Matthew! Matthew! Na, ezt figyeld! Látod? Látod? Na, most próbáld meg te! Thank you.
Apu! 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 Sem elég! Most már gyere ki! Nincs semmi baja? Alig nyúlt a reggelijéhez. Nem tudom, nem aludt valami jól. Rémálmai vannak. Hát nem tudom, egyet nem értek. Szerinte Josephnek kiírt rólunk? Nem tudom. De ezt én sem értem. Mindketten tudjuk, hogy soha semmi nem történt. Szemen szedett hazugság az egész. Hol van Matt? A vízparton. Hová lett? Igen. Valódi indián ékszer. Mexikói. Milyen régi lehet? 50 éves, igen. Kisfiú, azt tedd le! Hey! Állj meg szépen! Hallod? Állj meg, várj! Hey, tedd le a kést! Nem akarom, hogy megvág magad, hallod? Matt, mit művelsz? Matt, jobb lenne, ha azt most szépen ideadnád. Matt! Az enyém! Matt! Azonnal add ide azt a kést. Matt, add ide a kést. Az őrület. Haza akarok menni! A maga fia? Igen. Valami komoly baja lehet. A min borult így ki? Nem tudom. Majd megnyugszik. Nincs kiborulva. Mit képzel maga? Errefelé gyerekek is vannak. Baleset is történhet. Biztos feketén áru. Nem, itt nincs fekete áru. Itt nincs fekete áru. A maga fia viszont beteg. Tartsa pórázon. Hé, elég volt. Nézze, én nagyon sajnálom. Jól van, kicsim. Nagyon jól megtetszett van neki. Tudja mit? Megveszem. Felejtsük el egymást. Mennyi? Mennyit ajánl? Matthew, gyere ide! Figyelj rám! Én nem tudom, hogy mi bajod van, de akármi is megbirkózunk vele, nem lesz semmi baj. Szeretlek. A mami nagyon szeret. Gyere, most szépen fölmegyünk a szobánkba és lepihenünk. Meglátod, jó lesz. Gyere! Gyere! Tudja, mit keresek. Találja meg nekem. Csavar. Szóval kinyújtottam érte a karomat, és megpróbáltam kihúzni. Ő megragadott, és plújt, berántott a vízbe. Képzeld el, hogy ott fuldokoltunk egymás mellett. És mindez az egyméteres vízben. Szóval... Hey, hello, Matt! A hármas csavarba. Mit mondott? Hey, alvajáró! Hármas micsoda? Csavarba. Csak kimerült, majd rendben. Apu! Semmi baj! Gyere! Csak óvatosan, lassan mozdulj. Jól van. Gyere.
Semmi bajod? Megijedtél. Gyere, vedd át. Gyere, 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 gyere szépen. A francba. Aha. Aj. Porta, itt Baba. Jól van. Hogy érzed magad? Jobban? Jól van. Most mit csinálsz? Az előbb már hívtál valakit. Tudom, csak nem akarom, hogy bárki belelépjen. Hagyd abba! Tedd már le. Nyugodj meg. Semmi baja. Nem esett baja. Tudom. Igazad van. Hello. 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 Hogy mint? Merre van a mamád? Te jó ég, mit csinálsz? E fájt! Hagyd abba! Jézusom, mi ez? Mumustak nézett? Semmi baja? Tényleg? Ne haragudjon, kérem, egy kicsit túl van feszítve. Ugyan kell, ez nevetséges, erre nem mondhatod, hogy élénkség. Nagyon sajnálom, igazán. Ott van benne a fürdőszobában. Benne a fürdőszobában? Jól van, elintézem egy pillanat alatt. Köszönöm. Hol az a kis tigris? Michael, jobb lenne, ha elmennél. Kelly, ne fordulj ellenem. A viselkedése nem normális. Azt hiszem, nem ártana, ha beszélnél erről valakivel. Kire gondolsz? Egy szakértőre gondolok. Milyen szakértőre, pszichiáterre? Uh-huh. Nincs szüksége pszichiáterre. Csak fel van húzva. A világ fenekestől felfordult körülötte. Jó, fel van húzva a kisrác. Te megfogod és elrángatod ide, ahol az apja... Nem tartozom magyarázattal! Egyedül az én dolgom, hogy hogyan nevelem a gyerekemet. Kész van. Minden a legnagyobb rendben. Kicseréltem. Ellenőriztem az egészet, úgyhogy jó éjszakát. Köszönjük szépen. Nem. Erre semmi szükség, Mrs. James. James, jól van. És ha bármi egyéb adódna, csak csörögjenek rám. Magukért vagyok. Rendben. Micsoda hatásfok. Figyelj ide, Mrs. James. Jó. Lehet, hogy megvan az okod rá, hogy most itt légy. Eddig értem. De arra nem gondolsz, mit okozol így a fiadnak? Szeretném, ha megértenéd végre. Szeretnénk magunkban lenni. Te semmi furcsát nem találsz Joseph halálában? Mire gondolsz? Hát a váratlan szívrohamra. Tudjuk, mennyire túlhajtotta magát, de akkor sem találod furcsának? Először azok a névtelen levelek rólunk. És hát, akárhogyan is érzek irántad, attól még semmi sem történt. Michael, ne beszéljünk erről. Joseph volt a legjobb barátom, és ezt tudta. Hagyd abba! Hát ez kell neked? Lefekszel benne? Igen. Gondolkoztam azon, amit tegnap mondtál. Talán igazad van. Jobb, ha most csak kettesben vagytok. Nem, csak felhívtalak, hogy megmondjam, hogy ha akarod, maradok. Nem. Szerintem jobb, ha elmész. Így is jó. Hát akkor majd otthon találkozunk. Jó, akkor még beszélünk, rendben. Na, indul a gépen, mennem kell. Jó, vigyázz Matthew-ra. Ki volt az? Mike bácsi telefonált. Nem is igazi bácsikám. Igen, tudom. De mindig is a bácsikádnak hívtad. Szóval csak el akart búcsúzni. Ma utazik haza. Kettesben maradtunk. Mosakodtál már? Aha. Csapunk egy pompás napot.
Azt csinálunk, amit te akarsz. Na, jó lesz. Asszonyom! Asszonyom, Vadel vagyok. Ha csak miatt jöttem. Itt van! Mielőtt még sápítozni kezdenél, na, gyere ide, mutatok valamit. Ki tolsz ez aki? Mit? Jól van, csak körülnéztem. Te tolvaj? Nem vagyok tolvaj. Bandito? Hé, állj már meg, csinálod, nem vagyok bandita. Előttem. Mit izgulsz? Nézd, mennyi sok kacatja van. Nem. Nézd már, valaminek nem. Itt is kell lenni. Oh, Dios mio. Adios mio, Maria. Ne nyávogj már. Ide nézd, te jó ég. Ezt nézd meg. Most nem. Mit aggódsz? Nem. Sem tudja nem. Meg. Nem. Oh. Yeah. Huh? Csak vicceltem. Nem viszek el semmit. Nem vagyok én tolvaj. Mi az? Itt van. Ki van itt? Ki van itt? Miért az utál nekem? Egyáltalán kiről van szó? Ki van itt? Hová viszel? Michael. Michael, mit keresel te itt? Kelly, bocsáss meg. Megpróbáltam, de nem tudtam elmenni. Úgy érzem, itt a helyem mellettetek. Nem volt más választásom, mert szeretlek. Nagyon aggódtam. Hát ez kell neked. Mert nem tudtam, hogy még itt van. Lefekszel vele? Istenem, Istenem, megütöttem. Hogy üthettem meg? Mert már megint kezdte. Mi a benének jöttél vissza? Matthew! Mondtam miért. Hol a kulcs? A táskámban. Rendben. Na, semmi baj. Kessler doktornő? Jó napot, itt Kelly Biggins. Michael Novák barátja vagyok. Ő ajánlotta, hogy hívjam fel magát, amíg itt vagyunk. Nem. A kisfiam Matthew. Íme a szupererő varázsital. Tessék. Kérsz még? Megittad? Jó. Ebben van az erő. Eláruljak valamit? Rendben. Ez titok? Igen, nagyon örülök. Apu a barátom volt. Igen. Bizony, kiskorunk óta, mint te most. Mindig ki kellett húznom a balhékból, amiben belekevertem. A gimiben, aztán a lányokkal, a vizsgákon. Aztán ugyanabba a laborba kerültünk. És tudod, mi történt? Szívrohamot kapott.
Ő húzott ki a bajból. Bizony. Minden kísérletem kudarcba fulladt. Aztán apu mentett meg. Zseniális érzéke volt hozzá, hogy valami jót hozzon ki a melléfogásaimból. Egymásra voltunk utalva, elhiszed? Aztán elvettem mamádat. Aztán te is megszülettél? De a barátjaim voltam, bizony. Mellette álltam az esküvőjén is. Végig az járt a fejemben. Az élet furcsa meglepetéseket tartogat. És Joseph elment, megint megelőzött. Kérlek, ne haragudj rám, Mike bácsi. Semmi baj, mert én is fölkapom a vizet. Van ilyen. Ne feledd, szerettem a papádat. Most aludj. Takarózz be. Jó. Szép álmokat. Igen. A lelki békémet keresem. Jól van. Köszönöm. A lelki békémet keresem. Mi van, Szimat király? Ki van a tévében? Miben sártikálsz? Figyelj csak rám. Magaddal törődj. És ne velem. Ha egy szót szólsz, akkor szétlövöm a fejed. Világos? Világos? Világos. Igen. Jól van. Nem vagy éhes? Cukrot? Ezt figyel. Látod? Most próbálj meg te. Nekem is megy, apu. Sikerül? Na most várj. Nézd, hogy csinálom. Most behajtom. Így. Látod? Igen. Figyelj. Úgy. Matthew, ez a néni Michael barátja. Beszélgetni szeretne veled. Nem kell félned, szívem. Nagyon kedves néni, hidd el, meg fogod szeretni. Apunak is jó barátja volt.
Jó reggelt mindenkinek. Gabriel, köszönjük, hogy időt szakítottál ránk. Igen, köszönjük szépen. Ó, Michael érte mindent. Hadd fejezzem ki részvétemet, Mrs. Bickens. Joseph páratlan ember volt. Kedvesen től. Köszönöm. Matthew, van kedved beszélgetni egy kicsit? Menjünk be inkább az irodámba. Ott kényelmesebb. Hogyne. Gyere, szívem, sétálunk egyet. Már lemondtam rólad. Ahogy megérkeztem, föl akartalak hívni, de nem volt olyan egyszerű. Miért? Mi történt? Szükségem volna rád. Értem. Kellek. Segítened kell. Gyönyörű asszony, Michael. Gabriel, csak barátok vagyunk. Na! És... ezt most higgyem is el? Nos, Matthew, hogy érzed magad? Szomjas vagyok. Én is. Mrs. Bickens, ha megkérhetem, nem hozna nekünk a sarokról egy-egy mit is, kólát? Hogy ne, már is. Matthew, mindjárt visszajövök. Csak lemegyek a boltba. Itt várj meg engem, jó? Ne menj sehová. Csak egy perc. Azt hallottam, hogy rémálmaid vannak. Félelmetesek, ugye? Mesélnél nekem róluk? Ugye azt tudod, Matthew, hogy álmodban nem történhet veled semmi? Néha úgy felgyűlhetnek a fájdalmak a szívünkben, hogy az értelmünk már nem is tud róla. Ott vannak lenn a mélyben, ahonnan az álmok jönnek. Nagyon hiányzik az apu, ugye? Igen. Mondd, sokat gondolsz rá? Igen, de álmomban nem olyan. Olyankor másmilyen. Lazítsd el magad, Matthew. Ne feledd, hogy semmi baj nem lehet. Biztonságban vagy. Semmi baj nem érhet. Hallgasd a vizet. Hallgasd, hogy csobog. Lazíts. Nyugodj meg, Matthew. Nagyon boldog vagy. Az apuval lehetsz. Nem mehet tovább, Joseph. Most mit csináljunk? Tudod, milyen fontos ez a kísérlet. Figyelj, ha sikerül, annyi pénzünk lesz, hogy nem is tudjuk majd elkölteni. De addig mi lesz velünk? Elmegy a ház, elmegy a kocsi, minden elmegy. Majd rendben jövünk. Joseph, már annyira közel vagy, nem érzed? Nem fogod fel, mit jelent ez? Több millió szabadalom. Nobel-díj csak ráadás. Felejtsd el ezt az egészet. Hidd el nekem, zsákutcába jutottam. Nem tudom tovább folytatni. Jól van. Együtt kezdtük el ezt az egészet. Engedd meg, hogy segíts. Légy szíves. Segíteni akarsz? Szállj le róla. Csak zavarsz a munkában.
Kelíts csak zavar. Én mellette állok. Az ösztöndíjat is én szereztem. Igen, te. Még hányszor akarod, hogy megköszönjem? Akkor most mit csinálsz? Elmész? Igen, el kell mennem, hogy gondolkodassak. Hová mész, apu? Matthew, el kell utaznom egy kis időre. Miért? Miért? Ez jó kérdés. Tudod, hogy van valami, ami rengeteget dolgozom mostanában. Már majdnem kész van, csak a végét kell kitalálnom. Ez nagyon sok embert meggyógyíthat. Orvosság lesz. Nevezhetjük orvosságnak is. De tudod mit? Ez most nem számít. A lényeg az, hogy amikor visszajövök, elmegyünk ketten valahová. Jó lesz? Oda megyünk, ahová akarod. Repülőn. Akár repülőn, akár hajón. Vagy helikopteren. Helikopteren? Igen. Jó, miért ne? Ha helikopter, hát legyen helikopter. Addig is vigyázz a mamádra, jó? Szeretlek. Te vagy a férfi a háznál. Ne feledd. Ne, apu! Ne menj el! Ne menj el, apu! Világos, a szeparációs trauma késői stádiumában van. A gyermeki képzeletének hála, a hangulata nagyon változékony. Szeretném, ha újra találkozhatnánk. Valójában holnap már haza akartunk utazni. Vissza San Franciscóba. Holnap? Igen. Értem. De a bizalmat csak fokozatosan lehet kiépíteni. Michael, idehoznád Matthew-t? Azt hiszem, így is sokáig feltartottuk Dr. Kesslert. Nem tartottak fel. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Csak kíváncsiságból. Sikerült megtalálni a lelki békéjét? Azt hiszem. Matthewnak a várószobában kéne lennie, ugye? Igen. Mert ott nincs. Várj! Nyugi! Nyugi! Figyelj rám, visszatalál a szállodába? Nem tudom, csak végig kell mennie az utcán. Jól van, figyelj rám! Add ide a kulcsot, én majd a hotelben fogom keresni. Te itt maradsz és itt keresed. Ha nincs meg, hívjuk a rendőrséget, jó? Jó. Kösz, akkor menjünk. Matthew! Elég már. Hé, hey, figyelj rá, figyelj! Mi a baj? Mi a hézak, ha? Ha? Hol a mamád? Ha? Na, nyugi, nyugi, nyugi. Nyugodj meg, oké? Okay? Jól van. Nyugodj meg. Jól van. Anyu meg Mike bácsi azt hiszik, hogy Dili is vagyok. Még a doktornénihez is elvittek. Ah, Kessler doktornőhöz? Igen, őt ismerem. Ha nem tudod, ez a Michael nem az igazi bácsikád, ugye? Anyukám barátja. Neked nem a barátod? Nem mondanám. Szép repülőt csináltál. Ki tanított meg erre? Apukám. Apukád? Egy biokémikus, aki művész. Büszke lehetsz rá, Matthew. Büszke vagyok. Elég nyugtalan vagy, mióta meghalt a papád, nem? A betegeknek akart segíteni. El akart vinni helikopterezni. Egy igazin, de megölték! Ki ölte meg? Csukd be az ajtót! Csukd be! Nem tart sokáig! Hol van? Hol van a nő? A gyereket keresi. A kisfiú mindent tud. Az álmaiban, az apjáról, a gyilkosáról, rólad. Nem tudják bizonyítani. A lemez nélkül viszont nem ért semmit az egész. Szedd össze magad! A lemez a nőnél van, azért jött ide. A lemez nélkül nem utazhatna haza. A tetőn. Tegnap este fönt volt a tetőn. Kérlek, ne okozz csalódást, Michael. Én mutattalak be a barátaimnak, a társaimnak. Azt mondtam, számíthatnak rád. Adjanak még időt. Sajnos ideje az nincs sok. Mi akar lenni? Gazdag ember vagy halott ember? Hm? Jól van. Viszlát. Nos, azt hiszem, innentől simán fog menni. Igen, szerintem is. Williams nyomozó azonnal itt lesz. Kösz szépen. Gyere, Matthew. Gyere csak. Bőrmester? No, csak itt látok. Mi a helyzet? Hogy vagy, haver? Kösz, jól van, este. Mutass valami igazolvány. Hogy mit? Igazolvány. Lefogadom, hogy az enyém rondább, mint a tiéd. Tessék, nyugodtan nézd meg, ha? Alonis Johnson nyomozó, szövetségi ügynök. Hogy oda lerohanjak? Csak nézzetek körül, jó? Beszéljetek vele.
Fénykép van róla? Persze. A dosszié van. Aha. Az a csúnya ott balra. Az. Jó. Jól van. Aha. Ezt csináljuk majd. Úgy is kiküldök pár embert a sarki ház robbantása miatt. A tömeggel mindig baj lehet, egyébként én is kint leszek. Jó. Nem találtam meg. Hívtad a rendőrséget? Igen, felhívtam őket. Személyleírást adtam, de azt mondták, várjunk. Eltűntnek, csak azt tartják, aki legalább 24 órája nincs meg. Érted? Istenem! De hát miért szökött meg? Nem volt semmi baja. Jól aludt az éjjel? Igen. És te? Én is. És hol, a tetőn? Ezt hogy érted? Miért kérdezted? Csak megkérdeztem, Kelly. Fönt voltál a tetőn? Igen, fönt voltam. Miért? Azért, mert Joseph-fel is felmentünk. Szerettünk a tetőn pezsgőzni, a csillagos ég alatt. Azért, mert emlékezni akartam rá. Van még kérdésed? Nincs. Gyere! Hová megyünk? Idebe. Egy üres épületbe? Igen, a szállodás azt mondta, itt érdemes megnézni. A gyerekek... itt szoktak bujócskázni. Matt! Nézzük meg ott is. Ó, valóban? A karbantartó? Ez komoly? Miért nem szóltak eddig? Igen, uram. Értem. Mr. Vaba beépített ügynök. Megáll az is. Most beszéltem az FBI-jal. Azt mondták, hogy engedelmeskedjen magára. Jó, nézze, nincs időm csevegni, Mr. Jennison. A nő az 5.30-asból. Itt van még? Nem, miért? Nem érdekes, várjon, vigyázzon a kisbarátomra, jó? Jó, maga a főnök. Nem, maga a főnök, én csak zsarú vagyok. Mindjárt jövök, érted? Megkeresem a mamádat. Légy jó. Hát ez a szemét, baba. Meg vagy, haver. FBI! Hát beszarok. Nekem meg azt mondta, hogy cikis témákat gyűjt pletykalapoknak. Ezt mondta. Cikinek itt van mindjárt maga. Még hogy én? Igen. Miért? Mert ki van rúgva. Nem már. Ugye viccel? Ne. Matt! Na jó, elég volt. Nem várok 24 órát, elmegyek a rendőrségre. Várj, igazad van. Van róla fényképed? Tudniuk kell, hogy néz ki. Jó, Istenem. Nem tudom, van-e nálam. Lennie kell. Engedj csak, add ide. Na, hadd nézzem. Michael, mit művelsz? Keresek valamit. Ezt nézd meg. Milyen édes. Bűbájosak vagytok. A boldog család eszményképe. Most az a legfontosabb, hogy megtaláljuk Matthew-t. Nem. Most az a legfontosabb, hogy válaszolj, ha kérdezlek. Tudom, miért jöttél ide. Nem érzelmi okai voltak, sebek begyógyítása. Fölmentél a tetőre? Válaszolj szépen. Megtaláltad a harmadik lemezt? Milyen lemezt? Egy ilyet. Numero egy, numero kettő. Tudod, a numero három nélkül a férjed munkája nem ér semmit, az pedig nagy szégyen lenne. Megadod magad? Nos, Kelly? Michael nincs nálam. Nem hiszem el. Nem baj. Nem baj? Nekem ez baj? 20 millió dolláros baj. Josephnek ennyit ajánlottak. Istenem. Emlékszel arra, hogy házat vettem a tóparton? Eladtam az eredményeimet.
Nem akartam beletemetkezni a kísérletekbe, én élni akartam, adni akartam, családot akartam. Joe-t felültették. Érted? Az orosz maffia jól megfizetett. Persze, a nevemet elhallgatták. Nem akarták nagy dobra verni annak a nevét, aki a tömeggyilkos vírust létrehozta. A jó öreg Joseph. Az AIDS elleni szérumával, hát? Megszállott volt, nem számítottatok neki se te, se Matt, se senki emberfia. Mégis felnéznek rá. Milliókat kínálnak neki emlékművet. Ez így nem igazság. Csak add ide a lemezt, Kelly, és nem lesz semmi baj. Nem. Nem mondd azt, hogy nem lesz semmi baj. Nem kapsz tőlem semmit. Jó. Akkor majd te kapsz tőlem valamit. Az mi az? Ez? Ó, ez az én művem. Kilroy. Páratlan hatásos kis méreg. Nagyon veszélyes. Megbénítja a szívizmokat. Egy perc alatt megöl. Szívroham. És nem marad nyoma. Kérdezz meg Joseph-et. Őrült vagy, Michael. A barátja voltál. Bízott benned. Szeretett téged. Én meg őt! Miért? Most azt hiszed, hogy meg akartam ölni? Téged is szerettelek. De te kizártatok. És te is. Te is tudod, hogyan éreztem irántad, nem? Ugye tudod? Igen, Mike. Tudom. Akkor ne kényszeríts. Akikkel kapcsolatban vagyok, nem tréfálnak. Nagyon kérlek, Kelly. Add ide a lemezt. Legyünk túl rajta. Mindent jóvá teszek. Én felezek veled, Kelly, esküszöm. Hol van? A tetőn? Joseph ott rejtett el. Elmondta. Oh, rendben. Nézd, ha nem adod ide a lemezt, elkapom a fiadat, és mehet Joseph után. Ne. Odaadom, Michael. Odaadom. Ez szép volt. Nagyon fájt. Vernek, ha akarsz? Meg akarsz verni? Meg akarsz verni? A férfi a nővel van? Biztos? Köszönöm. Jó. Nos, uraim, jól érzik magukat nálunk? Csodásan. Mr. Novák újra bejelentkezett már? Nem. Biztos? Igen. Isten veled, Kelly. Bocsánat, nem kopogtam. Az ajtó! Ah.
Jól van. Igen. Nem, ne érjen hozzá. Egy csepp is elég, hogy végezzem magával. Kilroy. Igen. Michael Novák találmánya. Honnan tudta? A munkámhoz tartozik, Mrs. Bickens. Nyomozó vagyok. Tudtak a férje kísérleteiről. Engem azért küldtek bentről, hogy megvédjem. Csak hát ez nem sikerült. Anyu! Matthew! Annyira aggódtam, érted? Kis ember, azt mondtam, hogy maradj veszteg. Azok az emberek Michael-t keresik. Az egyik olyan furán beszél. Tényleg? Egy üres épület alaksorában vagyok, a szálloda mellett. Igen, küldjenek erősítést, amilyen gyorsan csak tudnak. Három gyanúsított tartózko... Fuss! Fuss, Matt! Fuss, Matt, fuss! Menjen maga is, menjen! Bocsánat! Fiúnak igaza volt, tudom. A kis kópé. Anyu, anyu! Dögölj meg, Michael! Puss meg! Minden rendben lesz. Nyugalom. A fiú és a mamája itt vannak az épületben. Mentsd meg őket! Yeah.
Ne félj! Ugod! Megígérem, hogy gyors lesz, és nem fog fájni. Ki, baba, tarts ki! Itt vigyék ki! Tegyék rögtön a kocsiba! Menjenek innen! Mindenki menjen el innen! Várjon! Nyomozó úr, itt az idő! Fel kell robbantanunk az épületet! Várjon, még nem jött ki mindenki! Nincs tovább, Kelly. Nincs hová menned. Ez volt, amire vártam. Baba is megvan. Robbantásra felkészülni. Van még benn valaki? Nincs senki. Hadd szóljon! Köszönöm. Nem nekem köszönje, hanem neki itt. Jól van, vigyétek. Mr. Johnson, hogyan köszönhetném meg, amit értünk tett? Élnek. Mind a ketten. Ez elég köszönet. Mr. Baba, ezt magának adom. Ez mi? Magának csináltam. Különleges gyerek vagy, fiam. Vigyázz a mamádra. Vigyázzon rá.
Köszönöm. Csak ne aggódj, meg fogsz gyógyulni. Hé, tegyék fel a kocsira és vigyék el innen. Még meg vagyunk, igaz? Meg vagyunk, cimbora. Tegyék ide. Hé, asszonyom, vigyázzon rá. Vigyázok rá. Vigyázok rád. A kilátás is jobb, amióta nincs itt az a ház. Mindent jól látni. Még a levegő is frissebb lett. Fura, nem? Nem. Egyáltalán nem. Bocsánat, a zene... Túl hangos? Csak egy kicsit. Bocsánat. Akkor indulhatunk? Igen. Fönt jár a hold, rám mosolyog. Mert ismeri az én babámat. Apu nagyon büszke rád. Nem foglak elhagyni soha. Érted? Nagyon ügyes voltál. Valamit még rád bízok. Nagyon fontos. Vésd jól az eszedbe. Jó? Magyar hangok. Timko Eszter, Snell Ádám, Borbíró András, Vas Gábor, Cvetkó Sándor, Fazekas Zsuzsa, Lakló Taladár, Antal László, Bácskai János, Kristóf Tibor, Tóth Gáspár András, Csénémet Lajos. Magyar szöveg Nevelős Zoltán. Hangmérnök Kertész Csaba. Vágó Vüns Attila. Gyártásvezető Molnár Melinda. Szinkronrendező Csörögi István. A szinkront a Moképerté megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Készítette. Forgalmazza a Moképerté. Produkciós vezető
Dimitrov Sándor. Touch the